Na és akkor megérkeztünk közben a Pöttyös utcába, ez a következő állomás. Hát ez látjátok, ez már egyszerű, kéreg állomás. Két szélső peron, semmi extra. És egyébként ez már egy ilyen kényszerszült, vagy hát ezt inkább úgy mondanám, hogy villamospótló metró állomás, mert na ezt már mindjárt később elmondom, de csak megvárjuk, még kimegy a Panda. És látszik, hogy itt azért nincs akkora tömeg, mint a határúton meg kökin volt, itt már nyilván is értető, mert ez egy kisebb forgalmú megálló, már csak azért is, mert itt a környéken tényleg nincsen semmi, majd kimegyünk a felszínre, látjátok. És az áldás, mert ez a forgalom az nem is indokolna egy metró megállót, ez mondom, ez egy villamospótló megálló, úgy mondom, mert ezt, hogyha az Üllői úton nem szüntetik meg a villamost, azzal hivatkozva, hogy ott van ott a metró, akkor minek, akkor ez a megálló biztos, hogy nem épült volna meg, mert nem lenne rá szükség. A villamos ki tudta volna szolgálni, ha megmarad. Tehát, hogy bőven elég lett volna az Ecseri útnál megépíteni ezt a megállót, ott azért mégis ott átszállási kapcsolat miatt ott érdemes lett volna, akkor is inkább közelebb a vasúthoz. Egy kicsit eltolva, hogy arra is át lehessen szállni. És majd mindjárt már megmutatom a székeket. Ez amit érdemes megörökíteni a megállót jelzőtávba, és ezek a székek. Ezek nem valószínű, hogy meg fognak maradni. Na csak, hogy én is benne legyek a videóban. Tehát, hogy lehet, hogy most örök ezeken a székeket utoljára. Oldali peron se sok értelme van megnézni, mert ugyanazok vannak ott, és ez nagyon más. Látjátok, hogy mindenhol egy picit másabb a burkolat, ez még annyiban jobb, hogy bárhol éppen csak felnézel, rögtön tudod, hogy hol vagy. Főleg, hogyha ugye gyakran jársz a 3-as metróval. A 2-es metrónál ott van ezek a sablon állomás, mindig ugyanúgy néz ki. Legalábbis így kinézetileg, hogyha kinézel az ablakon, akkor így nehezebb azonnal megmondod, hogy éppen hol vagy. Tehát látjátok. Aha, és ott már van egy, ez már pont a metró felújítás reklámozza. Hát, és igen, és pont ott van, hamarosan indul a déli szakasz felújítása. Hát jövő héten még nem, csak utána való héten, tehát lesz egy hét, amikor a teljes vonalon fog járni a 3-as metró. Mert szombaton elindul az északi szakaszon, és akkor még lesz egy hét, ameddig végig jár, és utána viszont lezárják a Nagyváratértől a délit. Ezért vagyok most itt, hogy dokumentáljam a jelenlegi állapotokat. Két hét múlva itt már dolgozni fognak a munkások, és le lesz zárva. Nem tudom, hogy mennyire lát, ott ez az, akkor belát, ezek a régi tárcsás telefonok. És ráadásul van ott egy tárcsa nélküli fajta, ez a csak hívható. Ez is maga a retro, ezek a régi tárcsás telefonok. Itt van egy digitálisan még működik, hogyha az impulzus tárcsázás még ismeri. Azok még csak a legújabb központok nem ismerik, viszont a ilyen kábeltelefonokkal, meg stb. Már ezek nem mennek. Meg a különböző vezeték nélküli vezetékes megoldásokkal se. És akkor itt az egyik följáró. Nézzünk szét itt is. Látszik, itt van maga a bejárat. És itt van egy szobor. Ezt itt nem is vettem észre. Majd még olyan sűrű nem járok erre. És valószínűleg, hát nem tudom, hogy ezek a régi stílus órák megmaradnak, ezek ilyen kár lenne. Mert ezek nagyon jól működnek, ezek a kattogós, mechanikus órák. Ezek a régi hangos bemondók, és hát hangfalak. Ilyeneket sem nagyon csinálnak már.
és szintén a régi utas tájékoztató táblák. Ezekért is kárt lenne, hogyha a felújításnál mennének a levesbe. Van ez, azért nem szorosan a metróhoz kapcsol, de van itt egy aluljáró, át lehet menni itt az Üllői túloldalára. De ez valószínűleg nem nyúlnak felújítás után se. Úgyhogy szerintem is érdemes most megnézni. Ez biztos nem lesz lezárva, és továbbra is használható madat, és nézzük meg maga a megállónak a járata. És mindjárt szétnézzük is ez a környéken, hogy látok, hogy gyakorlatilag itt van mellette a lakótelep, de nagyon más nincsen, tehát itt nem lehet semmi rátszállni, nincs semmi csatlakozás. Hát viszont a Pöttyös utca, hogyha ha már Pöttyös utca, akkor azért egy-két pöttyet oda dizájneremként feltettek. Hát nem tudom, hogy ez megmarad-e a felújítás után. És itt is. Ennyi maga az épület. Már valószínűleg ez a része nem lesz... Felújítás első szakaszában szerintem csak maga az állomás lesz lezárva, és ezt csak később fognak nyúlni. Meg itt vannak üzletek is, meg minden, tehát üzlethelyiségek is vannak mellette, tehát valószínűleg ez nem nyúlnak így egyszerre. Látjátok, itt van mellette ez a lakótelep, hát még ez generálhat forgalmat, mert ez itt egy 10 emeletes ház, sok lépcsőházzal, nagy szalagház, és gyakorlatilag ez az egyetlen, a többi az ilyen nagyon... Semmi se itt átszállni, semmi nem lehet, itt csatlakozások, semmi nincsen, az Üllői úton sincs buszközlekedés. Én akkor mondom, ez egy ilyen villamospótló metró megálló lett itt. Ezt a forgalmat bőven kiszolgálta volna akármelyik villamos, amelyik amit visszavágtak a határútig. Így ránézése is. Sem pont a metróhoz kapcsolódik, de már ez is retrónak számít, egy telefonfülke, ami talán még működik is. Van az sem, mikor már mindenkinek van mobiltelefonja, telefonfülkéket sem használ. Már régebben, meg akár még csak 25-30 évvel ezelőtt, meg még kígyózó sorok voltak mindenhol a telefonfülkék előtt.